Megfeledkezhetik-e csecseméről az anya, ne kenyerülne még a gyermekén, de ha ő megfeledkezik is, én nem feledkezem meg rólad, így szól könyörülő urad. A gyerekkoromról beszélni most már talán egyre könnyebb. Nyilván voltak olyan részletek, olyan történések, amikről mai napig nem is beszéltem, vagy nem is szívesen beszélek, de azért a Jóisten gyógyítgatja a szívemet, és gyógyítgatja ezeket a sérüléseket, és most már azért abból a szempontból tudok, meg szeretnék inkább szívesebben beszélni, hogy másoknak ezzel tudjak segíteni, megmutatni azt, hogy van ebből kiút, és van megoldás ezekre a dolgokra, és meg lehet ezekből gyógyulni, én hiszem, és el lehet ezeket hagyni, el lehet ezeket felejteni. Egy-két hetesek lehettünk, mikor elment édesanyám otthonról, ő elfelejtett visszajönni. Lement a boltba vásárolni, és nem jött vissza. És édesapám nem tudott bennünket egyedül eltartani, mivel dolgoznia kellett, hitelek voltak, egyedül volt, ezért akkor úgy döntött a Gyermekvédelmi Intézet, akik ezért felelősek voltak, hogy nem maradhatunk édesapám mellett, hanem minket intézetbe kell, hogy helyezzenek. Ment 2-3 hetes voltam, én ezt csak hallomásból vagy a nevelőknek az elmondásából tudom, hogy akkor az ikertestvéremmel együtt engem elvittek intézetbe. Talán a legnehezebb dolgok azok, amik nem szívesen emlékezek vissza, vagy azok a rengeteg verés, amit kaptam gyerekként a idősebb gyerekektől, a sok megaláztatás. Az első 6-7 évemet lényegében úgy éltem, hogy nem tudtam, hogy mi az, hogy szeretet, nem foglalkozott velem senki, nem érdekeltem senkit, és az fájt nagyon sokáig, hogy ez miért volt így. És édesanyám miért nem szeretett, édesapám miért nem szeretett, rokonaim miért nem szerettek, nagyszüleim miért nem szerettek. Ez sokáig fájt, igen. Erre kaptál választ? Édesanyám nem tudott erre választ adni nekem. Vele találkoztam, vele beszéltem. Neki az első megkeresése, amikor volt, az egy levélben történt, amit a Gyivin keresztül kaptam meg, és neki az első level az volt, hogy elértem a 18 éves kort, hogy utaljak neki pénzt. Másoktól megtudtam, hogy az ő élete az eléggé zűrös volt. Ő abból élt, hogy férfiakat felhívott magához, leítatta őket, és akkor elszedte a vagyonukat, és az élete nagyobbik részét azt a börtönben töltöttem miatt. Másodikos lehettem, mikor megkeresett bennünket, hogy a Gyivit, jobban mondva, megkereste egy házaspár, hogy szeretnének kivenni egy gyereket magukhoz. Ők ebből éltek, hogy kivittek gyermekeket, felvették utánuk a pénzt, volt nekik több gyerekük, aki kint volt már ekkor is. Örültem, hogy kikerülök az intézetből, kikerülök abból a közegből. Végre valakinek kellek, valakinek fontos vagyok, valaki foglalkozni fog velem, és ennek ellenére nem ezt éltem meg, hanem azt, hogy lényegében azért vittek ki, bármilyen hihetetlen is, hogy dolgoztassanak. A kertben dolgoztattak, kapálnom kellett, különböző kertészeti munkákat végeztünk, és ami nagyon beégett belém, az az, hogy annyiban néztek, hogy a krumplizsákok azok az ülésen voltak, én pedig a csomagtartóban. Ez egy eléggé zűrös szakasz volt. A lényeg az, hogy visszakerültem az intézetbe. Bejött egy nevelőszülő pár, akik szerettek volna kivinni valakit, és bementek az igazgatónőhöz, az intézetnek az igazgatójához, és ő behívatott engem, és mondta, hogy itt van ez a két szülő, szeretnének kivinni valakit, és ők azt mondták, hogy vigyenek engem, mert én senkinek nem kellek. Ott találkoztam a szeretettel először az életemben. Nekik 5 saját gyermekük van, én voltam a 6., akit kivettek, és már az első pillanattól azt éreztem, hogy ők teljesen mások, mint amit eddig megéltem. Úgy jártam iskolába, hogy nem voltak könyveim, nem voltak írószereim, szakadt ruhám volt, szakadt cipőm volt, és ez senkit nem érdekel, senkit nem zavart, senki nem foglalkozott velük. Ott kaptam az életemben az első ajándékot, ekkor 8 éves voltam, nem tudtam, hogy mi az, hogy ajándék. Nem volt ajándékom, nem kaptam senkitől semmit. És mivel ez a szülőpár, ez egy baptista lelkipásztor család, rajtuk keresztül ismertem meg a Bibliát, rajtuk keresztül jutottam el Istenhez, rajtuk keresztül jutottam el Jézus Krisztushoz, aki annyira szeretett, hogy az életét adta, értem a keresztfán, és utána harmadnapon föltámadott, és hogy ő fölvitt az én bűneimet a Golgotára, az ég keresztre, és akkor döbbentem rá, hogy az a szeretet, ami bennük van, az nem az ő saját szeretetük. Ők nem azért ilyenek, mert ők annyira tökéletesek, vagy valami más bolygóról érkeztek, hanem azért, mert egyszerűen Isten szeretete megérintette őket, és ők ezt a szeretetet sugározták tovább az én irányomban. És ez egy fantasztikus dolog volt, amit akkor ott megéltem, és az, hogy Istennel találkozhattam, ennek köszönhetem, rajtuk keresztül történt meg, rajtuk keresztül ismerhettem meg az igét, és nagyon hálás vagyok értük a jó atyának, és nagyon köszönöm nekik azt, hogy időt, türelmet nem sajnáltak, hanem foglalkoztak velem, és szerettek. Úgy, ahogy voltam, úgy szerettek. Anyuik nem a szavakkal jöttek, nem az volt, hogy beerőltettek a gyülekezetbe, és na, olvasd a Bibliát, hanem egyszerűen éreztették velem azt, hogy szeretnek. Ha oda tudok menni egy ilyen emberhez, át tudom ölelni, meg tudom szeretgetni, el tudom neki mondani azt, és lehet, hogy nem kell mondanom semmit, csak egyszerűen érzi azt, hogy számít valakinek, hogy fontos, akármilyen piszkos, akármilyen gyuvás, akármit csinált, akármilyen az élete. Egy ölelés, egy szeretetteljes ölelés, az szerintem tud olyan gyógyító lenni. És utána, hogy elindul egy folyamat, utána lehet arról beszélni, hogy igen, én ezért szeretlek téged, én igen, ezért fogadlak el téged, mert volt, aki engem is elfogadott. Azért, mert volt, aki engem is ennyire szeretett. És ezt láttam anyuéknál is, hogy ez volt az első. Nem az volt, hogy lerohantak az igével, a Istennel, a Bibliával, hanem egyszerűen szerettek úgy, ahogy vagyok. Ezt neked nehéz volt elfogadnod magadról? Eleinte igen nehéz, nagyon nehéz volt, mert én úgy gondoltam, hogy én egy szerethetetlen ember vagyok, mert éppen azért, amiket csináltam, és itt a nevelőszülőknél, itt a baptista szülőknél is, hogy kikerültem, ott sem voltam egy nagyon jó gyerek, egy szuper gyerek, ott is nagyon sok probléma volt velem, nagyon sokat csináltam olyan dolgot, amit nem szabadott volna, de a reakció, ami volt az ő részükről, az, ami meg tudta változtatni ezeket a dolgokat bennem, tudta formálni a gondolkodásomat. Nyilván megbüntettek azért, amit tettem, de mindazt, amit tettek, azt azért tették, mert szerettek. És mert azt akarták, hogy megváltozzak, megváltozzon az én látásom, megváltozzon az én gondolkodásom, az élethez való viszonyom. És hiszem azt, hogyha nem így neveltek volna, akkor én most sehol nem lennék. A buszvezetés az egy gyerekkori álom volt. Mai napig emlékszem arra a buszra, amivel vittek az intézetbe bennünket az iskolába, és nagyon szerettem volna azt, hogy én buszsofőr legyek valamikor. Miért tetszett meg neked ez a busz? Nem tudom, hogy miért tetszett meg. Valószínűleg ez ilyen öröklődés. Édesapámról elmondták, hogy ő targoncász volt a Salgótarján és Híküveggyárban, hogy egy nagyon egyik legjobb, sőt a legjobb sofőr vagy targoncás volt ott a cégen belül. És az első pillanattól fogva, még mikor gyerek voltam, bátyám megvette az első autóját, én beültem az autóba és beregtem, és váltottam a sebességet ott egy helybe. Szóval nagyon élveztem, benne volt a véremben az első pillanattól az, hogy én nagyon szeretek vezetni. Volt az életemben egy változás, amikor Istennek a szeretete egy erőteljesen megérintett, mikor ráébredtem arra, hogy én milyen bűnös ember vagyok, és hogy mennyire szeret engem az Isten. Egy ige rész jött föl bennem, mikor az Úr Jézus lábánál ott van az a asszony, és törölgeti az egy lábát, és rákeni a drága kenetet és az olajat, és akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy az asszony nagyon szeretett, mert neki nagyon sok bűne bocsátatott meg, és akkor rádöbbentem arra, hogy ki vagyok én, hogy engem ennyire szerette a Jóisten, hogy elküldte az ő fiát, az Úr Jézust értem, akkor ki vagyok én, hogy én az én édesanyámnak nem tudok megbocsájtani. És ebben a pillanatban jött egy ilyen változás az életemben, ezt mondhatom úgy, hogy így egyik pillanatok másikra megtörtént. Ez egy nagyon kemény délután volt, egy 6-7 órás sírós délután, amikor én úgy éltem meg, hogy a Szent Szellemnek egy olyan jelenléte, egy gyógyító jelenléte érintett meg, és változtatta meg ezeket a gondolatokat a szívemben. Utána, amikor már nem tudtunk találkozni sajnos, ezután a pillanat után, telefonon tudtam felhívni őt, és telefonon elmondtam neki, hogy én szeretem őt, és meg tudtam neki bocsájtani mindent, de sajnos ezután nem sokkal olyan gyilkos lett, úgyhogy többet nem tudtunk találkozni. Hálás vagyok az Istennek, hogy megtalált. Mert ha nem lettek volna ezek a baptista szülőpár, akkor én már biztos, hogy nem élnék. Hálás vagyok azért, hogy ők akkor ott bejöttek, kivettek. Hálás vagyok azért, hogy megismerhettem rajtuk keresztül őt. Hálás vagyok neki azért, hogy megajándékozott 3 gyönyörű gyermekkel, egy gyönyörű, csodálatos feleséggel. Mindenünk, amink van, azt tőle kaptuk. Mi dolgoztunk meg érte, de adott ehhez erőt, adott ehhez kitartást, bölcsességet, és mindenért nagyon hálás vagyok. Isten nem hagyott soha magamra, Isten nem hagyott soha el. Bármilyen dologban voltam, bármilyen problémák között voltam, bármilyen nehézségek között voltam, ő nem hagyott el, hanem tényleg azt tudtam megérezni, hogy ő szeret, ő ott van mellettem, fogja a kezemet, és én nekem csak egyszerűen rá kell figyelnem, és ha ráfigyelek, és azt teszem, amire ő elhívott, akkor tudok egy áldott életet élni.